Sziasztok! Néhány héttel ezelőtt láttam itt a Youtube-on Paul mcgowan a PS Audio vezérigazgatójának és társalapítójának az egyik videóját, amelyben arra a nézői kérdésre válaszol, hogy hogyan működik a kapcsolóüzemű tápegység. Paul ebben a videóban arra is kitért, hogy szerint egyenlőre a torai transformátor és a lineáris tápegység az, ami a legjobb hangminőséget nyújtja, de már nagyon közel van az a váltópont, amikor a kapcsolőzemű tápegységek átvehetik a stafétát. Ez a videó szöget ütött a fejembe, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon ezt a váltást most már nem -e inkább az gátolja, hogy mi audiofilek vallásosan viszonyulunk a jól bevált technikai megoldásokhoz, és vajon lehet-e olyan minőségű kapcsolóüzemű tápegységet építeni, ami nem csak egy mobiltelefon töltésére alkalmas, hanem akár hifizésre is. Ha belegondoltok, a Lapos tévékben már évtizedek óta ilyen tápegység található, és senki nem hisztizik miatta. És ami a hifi a fülnek, az a tévé a szemnek. Szóval amikor az MZX Audio felajánlotta, hogy van nekik egy kapcsolőzemű táppal és műveleti erősítőkkel megépített fonó előerősítőjük tesztelni, akkor azonnal lecsaptam rá, mint a gyöngytyúk a takonyra, hiszen mi lehet annál nagyobb istenkáromlás egy ortodox hifista szemében, mint ez a párosítás. Szóval ezt következik rögtön a főcím után. Mielőtt folytatnám a mai témát, megragadnám az alkalmat, hogy üdvözöljem az új csatorna tagunkat, Tóth Bencét. Hálás köszönet neki, és természetesen mindenki másnak is, akik az elmúlt évek során támogatták a munkámat. Egy fonó előerősítőnek, vagy fonó stage-nek elég sok dolga van, de talán négy fontos feladatot tudnék kiemelni. Az első, hogy a lemezjátszó hangszedőjéről érkező nagyon gyenge jelet, ami jellemzően olyan fél millivolt körül van, vonalszintű jellé erősítse, amely már kellően nagy jelszint ahhoz, hogy egy erősítő vagy egy aktív hangfal tovább erősíthesse. Ez egy átlag mozgó tekercses hangszedő esetén közel ezerszeres erősítést jelent. Összehasonlításként egy átlagos 100 wattos erősítő olyan 20-30 szoros erősítéssel rendelkezik. Mivel nem csak a hasznos jelet erősítjük, hanem a zajt is, ezért egy fonó preamp zajpadlójának nagyságrendekkel alacsonyabbnak kell lennie egy szereó képest. A másik fontos feladata egy fonosztésnek az úgynevezett RIA korrekció. A hanglemez barázdáiban a fizikai korlátok miatt nem lehet a hangot az eredeti formájában rögzíteni. Ha az alacsony frekvenciákat nem csökkentenénk, akkor a barázdák túl szélesek lennének és kevés zene férne el a lemezen. Ha pedig ezzel párhuzamosan a magas frekvenciákat nem növelnék, akkor az analóg zajok, például a sercegés, túlzottan halhatóak lennének. Ezért egy szabványban meghatározott és pontosan beállított equalizer segítségével a lemezvágás akkor az alacsony frekvenciákat elnyomják, a magas frekvenciákat pedig kiemelik lejátszáskor pont az ellenkezőjét kell megcsinálni, különben a felvétel torz lenne, szóval nagyon precízen kell a fonó nek korrigálnia ezt a lemezvágás során végrehajtott módosítást. A harmadik fontos feladata a fonó hogy elvégezze a bemenetére kötött hangszedő megfelelő impedancia és kapacitás élesztését. Ezek a paraméterek nagymértékben befolyásolhatják a hangminőséget, ezért egy jó fonón ezek az értékek változtathatóak annak érdekében, hogy a felhasználó a hangszedő szükségletének és a saját ízlésének megfelelően kiválaszthassa az optimális bárítást. A negyedik kritérium a megfelelő árnyékolás és az alacsony zajú alkatrészek használata. Mivel elképesztően kicsi jelekkel dolgozunk, ezért kritikus a megfelelő zajvédelem kialakítása, és hát ez az egyik legfontosabb mérnöki feladat egy jó minőségű vonó tervezésénél. És itt mindent számításba kell venni, még az adott eszköz dobozának az anyagát és a kialakítását is, hogy így az esetleges interferencia és brum ellen minél védettebb legyen az érzékeny elektronika. Az alacsony saját zajjal rendelkező alkatrészek használata pedig hát, evidencia. Ha az erősítő egyszer erősíti a hasznos jelet és a zajt is, akkor elengedhetetlen, hogy az erősítésben résztvevő alkatrészek a lehető legkevesebb zajt vigyék bele ebbe a láncba. Most, hogy megértettük, hogy mire is való ez az eszköz, amit ma tesztelek, térjünk is rá magára a cucra. Az MZX PHONR1-es doboza ismerős lehet, amennyiben láttátok a tápegységekről készült videómat. Ha esetleg azt még nem láttátok, akkor a felbukkanó kártyára kattintva most megtehetitek. Szóval ez is alapvetően egy fekete műszerdoboz, amelyet egy-egy fényes fekete akril elő és hátlappal dobott fel a konstruktőr. Az előlapon csak egy bekapcsolás jelző indikátor található. A hátlapon a bekapcsoló gomb és a szabvány IEC tápcsatlakozó mellett teljesen szimmetrikus XLR-be és kimeneteket találhatunk, tehát erre a fodóra csak szimmetrikusra vezetékezett lemezjátszókat köthetünk rá, az RCA itt sajnos nem játszik. A jó hír az, hogy a hangszedők túlnyomó többsége természetéből adódóan szimmetrikus, szóval a gyártók általában csak kvázi lebutítják a lemezjátszókat RCA csatikra. Ebből kifolyólag szinte bármilyen lemezjátszó átkábelezhető szimmetrikusra, de például az én Project X8-as lemezjátszónál csak az összekötő kábelt kellett kicserélni. A bemeneti XLR csatik mellett még egy földelő terminált is találhattok. Maga a terminál egy kicsi közel van az XLR csatikhoz, ezért ha úgy szeretnétek csatlakoztatni a földelő vezetéket, hogy az XLR dugók már be vannak dugva, akkor az ilyen virsli ujjú emberek, mint én, egy kisé bénázni fognak vele, de persze csak addig, amíg rá nem jöttök, hogy az egész terminál egy banán dugó, amit ki lehet húzni az ajzatból. Na de pattintsuk is le a fedlapot a dobozról, és nézzünk bele, hogy mitől is ketyeg ez a cucc. Az első meglepetést maga a tápegység okozza. Ez ugyanis kérem egy polcról levett orvosi minősítésű Minvel well, tápegység. Viszont ebben az unorthodox választásban rögtön felfedezhetünk két nagyon bizalomgeresztő dolgot. Egyrészt a Minuel céget 1982-ben alapították Tajvanon, amely azóta a világ egyik vezető kapcsolóüzemű tápegységgyártójává nőtte ki magát, a másik dolog pedig az orvosi minősítés. Ez röviden annyit jelent, hogy a táp nagyon megbízható, arra van tervezve, hogy a nap 24 órájában a hét minden napján folyamatosan üzemeljen. Emellett meg kell felelnie az orvosi eszközök biztonsággal és elektromágneses kibocsátással kapcsolatos előírásainak, különösen az IEC 60601 kötőjel egyes szabványának, ami sok minden más mellett szigorúan szabályozza az érintésvédelmi, megbízhatósági és elektromágneses interferencia kibocsátáshoz kapcsolódó követelményeket, valamint hosszú élettartamot követel meg az ilyen eszközöktől. De természetesen itt nem áll meg a történet, mert a tápkocka bemenetén egy nanokristályos folytótekercsel kivitelezett közös módusú szűrő található, annak érdekében, hogy már a kockába bemenő hálózati feszültség is megfelelő erőszűrést kapjon. A tápkocka kimenetén pedig egy komoly differenciális LC szűrést követően egy emitter követő tranzisztoros áramkörrel képződik meg a végső plusz és mínusz 24 voltos tápfeszültség. És még mindig a tápnál tartunk, ugyanis ezután következik a lényeg, egy újabb pufferelés a szép piros űrt kondikkal, és a Volt nevével fémjelzett soros áteresztő tápregulátor, amely diszkrét alkatrészekből van megépítve. Ezen a ponton egy szuper alacsony zajú, atomstabil tápfeszültség áll készen az érzékeny fonoelektronika megtáplálására. Érződik ezeken a megoldásokon, hogy az MZX Audio elég nagy hangsúlyt helyezett a táp minőségére, ami persze teljesen érthető, hiszen a kimeneten kis túlzással a tápegységet fogjuk hallgatni. Szóval, ha itt elvérzik a design, akkor hiába kötjük utána a világ legcsodálatosabb fónó kapcsolását, az már jó, nem igen lesz. Persze nyilván még, még még így is lesznek olyan audiofélek, akiket ez a nagyon körültekintő megközelítés, amelyel az MZX Audio ehhez a hibrid tápegységet viszonyult, sem fog meggyőzni. Ezért természetesen aki szeretné, ezt a fonót megrendelheti lineáris táppal is. Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy... A lineáris táp túl sokat adna hozzá az élményhez ebben az esetben is. Egy következő videómban meg is fogom veletek osztani, hogy miért gondolom így. Bár az is igaz, hogy ennek a fonónak még nem hallgattam meg a lineáris tápos változatát, de azt a tényt figyelembe véve, hogy a két variáns pontosan ugyanannyiba kerül, valami azt csúgja nekem, hogy maga a konstruktőr sem gondolja azt, hogy bármelyik kivitelnek egy magasabb polcol lenne a helye. A két változat valószínűleg közel egyformán teljesít, és mindenki kiválaszthatja a vallásának megfelelő konfigurációt. Ja, és még mielőtt el nem felejtem, az előlapon található RGB indikátor színe és fényereje az MZX tápokhoz hasonlóan, ezen a cuccon is szabadon konfigurálható a főpanelen található DIP kapcsoló tömbbel. Na de elég is a tápegységből, maga a fonó szekció dual monó kialakítású, és a RIA korrekciót, valamint a hangszedőből érkező jel megfelelő mértékű erősítését, alacsony zajú erősítő ic és több különböző művelet erősítő felhasználásával oldották meg. Vannak itt OPA 1612-esek, OPA 1632-esek, sőt még fetes bemenettel rendelkező OPA 1656-osok is a THS 3112-es alacsony zajú erősítők mellett. A bemeneteken pedig ugyancsak dip kapcsolókkal állítható be a hangszedő szükséges impedancia, kapacitás, valamint az erősítés mértéke is. Egy kicsit a gépi programozáshoz hasonlít a megfelelő paraméterek kiválasztása, de a melléket leírás alapján azért ez nem atomfizika, és ugye ezekhez a paraméterekhez azért elég ritkán kell hozzányúlni. Érdemes még egy gyors pillantást vetni a kimenetre is, ahol a két kimeneti ajzat előtt egy-egy omron relét találhatunk. Ezeket a képen látható IC-vezérli, amely ha bármilyen hibás működést észlel, például egyenfeszültséget a kimeneten, akkor automatikusan oldja ezeket a reléket, illetve be- és kikapcsoláskor koppanásgátlóként is funkcionál. Ahogy mondani szokták, ez már csak haba tortán. Egyébként nagyon sok SMD alkatrész található a panelen, és ezek a kisméretű alkatrészek és a hozzájuk szükséges rövidebb vezetékezés igencsak előnyös tud lenni a rövidebb jelutak szempontjából, így az a virtuális antenna is rövidebb, ami mindenféle nem kívánatos zajt össze tudna szedni. Na de eddig csak egy halom alkatrészről beszéltünk, szóval nézzük meg, hogy hogyan is szól ez a cucc. Az összehasonlításhoz a Project X8-as lemezátszómat használtam, amelynek a hangkarja egy Orthofon Quintet Blue MC hangszedővel van felszerelve. A torony alján található din egy teljesen szimmetrikus kábellal támadtam be a teszteléshez használt fonókat. Az MZX Audio PHO NR1-est a Project Phono Box DS3B elektronikájával hasonlítottam össze, és az utóbbihoz tápforrásként az MZX Audio 18 voltos lineáris tápegységét használtam. Az MZX fonója nagyon szépen illesztette az Ortofon MC hangszedőjét a Kinky Studio erősítőmhöz, miután a hangszedő gyártója által ajánlott terhelő impedanciát és kapacitást bárítottam. Az erősítést pedig feltekertem a maximális 72 decibelre. Hasonlóan állítottam be a Project fonóját is azzal a különbséggel, hogy ennek a doboznak a maximális erősítése csupán csak 65 decibel, szóval a meghallgatás során a hangerőket is egyeztetnem kellett. Természetesen vaktesztelni ebben az esetben nem igazán lehetett. A két fonó meglehetősen egyformán teljesített, de ezen nem is csodálkoztam, hiszen hasonló árkategóriát képviselnek. Szerintem mindkettő képes lenne a Quintet Blue-nál sokkal komolyabb hangszedő kiszolgálására is, de az MZX fonójában ilyen szempontból talán nagyobb rugalmasság van. A fonók által rajzolt tér mindkét esetben kellően nagy kiterjedésű volt, és meglehetősen precíz volt a hangszerek elhelyezése is a virtuális színpadon. A finom részletek szempontjából az MZX fonója talán egy gondolatnyival többet nyújtott, de persze ennek az is lehetett az oka, hogy a digitálisan vezérelt hangerőpotival az erősítőmön nehéz pontosan összelőni a hangerőket, szóval ez inkább olyan hiba határon belüli különbség. A frekvencia menet mindkettő fono esetében egyenletesnek tűnt, nincs bennük szinte semmi színezettség, mindkettő transzparenciája kiemelkedő volt, és mindkettő esetén az volt az érzésem, hogy a hangszedőt és az általa interpretált felvételt hallgatom, és nem az utánuk kapcsolt elektronikákat. Ami viszont észrevehető különbség volt a kettő között, hogy az MZX fonója gyorsabb, és ezáltal feszesebb, rövidebb lecsengésű mélyeket produkált, mint a Project Phonobox. Ez nagyon jól állt az elektronikus zenéknek, de igazából a klasszikusabb zsánerek esetén sem éreztem túlságosan modernnek, ahogy az MZX a mélyekkel bánik. A Project egy kissé, krémesebb, lágyabb basszusokat produkált, ami a old school a prezentációt jelent, de igazából a kettő között. A delta bár hallható, de csak olyan mértékű, hogy néhány perc hallgatás után már nem igazán tűnik fel. Szubjektív értelemben tehát mindkettő fonó jó választás, és én nem is igazán tudnám az egyik vagy a másik mellett letenni a voksomat, mert abszolút egyéni helyzet kérdése az, hogy mikor melyiket választanám. Persze nem is feltétlenül kell állást foglalnom, így ha meg szeretnétek hallgatni, hogy hogyan szól ez a két cucc egymáshoz képest, akkor a leírásban találtok egy-egy Audacity City Project fight, amivel akár ti is AB-tesztelni tudjátok őket. A 24 bit 192 kHz-en mintavételezett felvételek szinkronizálva vannak egymáshoz, valamint a hangerők normalizálásra kerültek, de más beavatkozás a felvételeken nem történt. Sajnos ez a megoldás sem lesz soha tökéletes, mert ugye a felvételi láncot is hallani fogjátok, na meg azt is, amivel lehallgatjátok. De nézzük, hogy mi a helyzet, ha objektív szempontokból vizsgáljuk meg ezt a két fonót. Amikor először rádugtam az MZX PHO 1 est az erősítőmre, az első dolog, ami már fűre is feltűnt, hogy mennyivel alacsonyabb az alapzaja, annak ellenére is, hogy 7 decibellel nagyobbat erősít a projektnél. Ezért a szokásos módszeremmel végeztem egy zajpadló mérést a két eszközön, és hát bebizonyosodott, hogy nem csak képzelődtem, mert az MZX fonójának a zajpadlója 11 decibellal alacsonyabban van, mint a projekté. Ha ez még hozzáadjuk azt is, hogy az MZX ezt az értéket úgy produkálta, hogy közben 7 decibellel nagyobbat is erősít, akkor ez összesen 18 decibel különbség, tehát az MZX fonójának a zajpadlója közel 8-szor alacsonyabb. Ameddig persze hasonló minőségű és jelszintű hangszerőt használtak, mint a Quintet Blue ennek, nincs igazán túl sok jelentősége, de amint egy komolyabb és alacsonyabb kimeneti jelszintű MC hangszerőt szeretnétek használni, ez rögtön jobb jelzaj viszonyt fog eredményezni az MZX javára. Na de nézzük a további objektív különbségeket. A Project fonója nem kényszerít rá benneteket, hogy rögtön átkábelezzétek a lemezjátszótokat, amennyiben nem szimmetrikus a kábelezése, hiszen van rajta RCA bemenet is. Ebből az is következik, hogy a projekt képes egy időben kiszolgálni akár két lemezjátszót vagy két hangkart is. Ráadásul nem kell szétszedni ahhoz, hogy átállítsuk az erősítést, a terhelőkapacitást és az impedanciát. Bónuszként a terhelő impedancia egy potméterrel fokozatmentesen állítható, ami jobb finom hangolási lehetőségeket nyújt. És akkor is sokkal kényelmesebb használni a projekt fonóját, ha hetseles hangkarral rendelkezik a lemezjátszótok és gyakran cserélitek a hangszedőt. A projekt néhány másodperc alatt beállítható az új hangszedőhöz, amíg ez az MZX fonójánál azért sokkal több idő. Tehát, aki kütyűzni szeretne, annak mindenképpen a projekt a jó választás, aki viszont csak szeretne venni egy jó futóművet, egy jó hangkart és egy jó hangszedőt, majd egyszer beállítani a szükséges paramétereket a fonón, és elfelejteni, annak mindenképpen érdemes megfontolni az MZX fonóját, mert objektív értelemben jobb a hangminősége amit főleg akkor lehet jól kiaknázni, ha egy komolyabb minőségű MC hangszedőt szeretnétek kiszolgálni vele. És ezzel el is érkeztünk a mai videó végéhez, természetesen a témához kapcsolódó nem affiliate linkeket megtalálhatjátok a leírásban. Ha szeretnétek támogatni a munkámat, illetve rendszeres támogatóként csatlakozni a YouTube csatornámhoz, akkor a videó leírásában megtalálhatjátok a szükséges linkeket. Ezen felül lájkoljatok like vagy diszlájkoljatok, Iratkozzatok fel, ha ezt esetleg még nem tettétek meg, és kommenteljetek is a videó alatt vagy a csatornám Discord szerverén. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videómat, nem sokára újra jelentkezem.